13. fejezet Szerelem Jancsi a föld alatt ült a páncélban. A bankra a hivatalok kedvetlen reggele borult. A cégvezető valami ívet adott ki neki, azon egy számoszlop magasodott akkora, mint egy New Yorki felhőkarcoló. Ezt kellett volna összeadnia. Irónyával a számoszlop egyik emeletéről a másikra kapaszkodott, de eltévesztette, folyton lejjebb kellett ereszkednie. Végül megunta, félredobta, és az ablakra bámult. Ekkor jutott eszébe Anna szája. Anna száját még nem is csókolta meg. Éjszaka, amikor tüzelő arcaik egymáshoz közeledtek, Jancsi elfordította fejét, borzongott attól, hogy hozzáérjen ehhez a szájhoz, mely csak egy cseléd száj. Most egész teste birtoklásánál is izgalmasabb gyönyörűségnek tetszett a megaláztatás, hogy halvány, cserepes ajkait megcsókolja, ajkaival széttolja őket, s ne engedj el mindaddig, míg leheletében ketté nem hasadnak, el nem olvadnak, el nem mállanak, mint ízes keleti gyümölcsök. Vette a kalapját, s meglógott. A lányt a sötét fürdőszobában találta. Maradj, lihegte és megcsókolta. A csók hűvös volt és furcsa. Nem tudott betelni vele. Megint és megint mohón hatolt ebbe a szájba, vadul tört be a fogak csontkapuján, és meglelt a nyelvet, mely különös fűszert, bódítózamatot tartogatott számára. Még, kiabált, még, még! mint a telhetetlen gyermek, aki eperkrémet kanalaz, s végére ér, már is újat kíván. Anna, aki azóta először látta őt, a szégyentől elpirulva, a boldogságtól ájult alapult a fürdőkát falához, hogy tegyen vele, amit akar. Ő nyolckor, mint rendesen megfőzte a kakaót. Oda készítette az aranyszegélyes fincsában a székre, az úrfi megitta és elment természetesnek tartotta volna, ha Jancsi az éjszakai találkozás után meg sem ismeri többé, és sohasem beszél a történtekről. Ez sokkal jobban meglepte, mint az, hogy éjjel kijött hozzá. Miért nem csókolsz vissza? Miért nem beszélsz? Te nem szeretsz, ó, te, én, te, dadogta a fiú a szerelem végzetes csereszavait. Egyszer, mikor jól lakottan lehult a szájáról, és lélegzetet vett, annak kisurrant. Várj! szaladt utána Jancsi, és az előszobában is megcsókolta. Onnan a konyhába, ott is új íze volt a csóknak. Az ablak elé vezényelt Jancsi ide a sarokba, a szekrény mellé, a világosságra nézni akarlak, nézd te is engem. És rendkívüli figyelemmel szemlélte. A szem az agyvelő legtávolabbi képződménye. A koponya kiugró bástya maga is egy látó, szabadon hagyott agyvelő, mely a megismerés lázában, valamikor a lét kozmikus forradalmában két lyukat szakított magának a koponya csontfalán, és ezen a lőrésen kukocskál ki a külső világba megtudni, hogy mi a célja a teremtésnek. Ez a négy szem azonban csak egymásra merett. Ott kerestek, kutattak valamit, egymás által akartak megvilágosodni és üdvözülni. Most pedig, szólt Jancsi, ne érj hozzám, én se te hozzád, hanem így. Karjait hátra tette. A két test között az egyetlen érintkezési pont csak a száj volt. Anna úgy engedelmeskedett neki, mint mikor egy kefét, egy cipőhúzót kért. Másnap nem ment a bankba. Betelefonált, hogy beteg, torokgyulladása van. Szépen kiöltözködött, a porcelán nadrágját vette föl, a csinos bőrövét, skabát nélkül zefiringjében lézengett ide-oda. Az egész nap az övék volt. Néha csöngettek, egy számlát hoztak, melyet annak kifizetett, vagy egy levelet, különben nem zavarták őket. Anna jött a szemetes lapáttal. Fejét pipiszkendővel kötötte be, nagyon csinos volt. Az operett hasonlított a szubrettekhez, akik az ősi nőt, a szobacicust utánozzák. Jancsi megkívánta annak kezét. Csak a kezét. Add ide, mondta. Miért? Csak. Piszkos, és törölgetni kezdte kötényével. Az urfi már is elragadta gyengéden fogta meg, mint egy pillangót, simogatta a kezet, mely hivatásánál fogva minden undokságot megérintett, belecsukta finom ápolt tenyerébe, szorongatta. A hólyagos kéz érdes karcolásában volt valami kimondhatatlanul édes és mézes. Majd az ujjait egyenként elővette és csókolgatta. Bámulta a szerelmes zavarával, aki nem tudja, mit tegyen azzal, akit szeret. Egy pillanatban megint a szájába kapta a kezét. Mit csinál? kiáltott a lány fölháborodva. Nem szégyelni magát? Hagyjon! És ujjait kitépte a fiú szájából. Vérvörösen futott ki a konyhába, az ő várába, és ott duzzogott. Anna ezt már nem értette. Éjszaka, mikor a mezitlábas léptek alatt megrecsent a padló, örült, hogy jön, nem is titkolta előtte, előre helyet csinált neki. Csak nappal nem bírta el ezt a sok hókuszpókuszt. Nem értette, hogy az úrfi most visszafelé járja a szerelem lajtóriáját, és miután már egészen megkapta őt, más úton közeledik hozzá, minden nap egy létrafokkal lejjebb hág az égből a földre. Sok mindent nem értett, a csók és készszorongatás után elkövetkezett az a pillanat, amikor az úrfi magázni kezdte. Megkérte, hogy eztán ő se neveze úrfinak, hanem mondja egyszerűen, hogy maga. Halkan ismételgette a nevét, a legszebb női nevet, melyben az örök ígéret van, kacér föltételes módban. El tudott lenni mellette órákig, anélkül, hogy mást beszélt volna. Mielőtt megcsókolta, alázatosan megkérdezte, hogy szabad-e. És mindenféle bolondságokkal állt elő. Szüntelenül öltözködnie kellett. Kiküldte, hogy vegye föl a pepita ruháját, és mezitláb jöjjön vissza, aztán meg a kartont kívánta, és a fűzős cipőt. Nem lehetett rajta kiigazodni. Egyszer azt is akarta, hogy húzza föl mesztelen testére a méltóságos asszony báli belépőjét de ezt már nem tette meg. Később annyit beszélt, hogy zúgott tőle a feje. Letérdelt eléje, a padlóra feküdt, arról mesélt, hogy éjfélkor, mikor az egész ház alszik, kiszöknek a kertbe, az orgonabokrok és kőrisfák között hajnalik kóborolnak, meg hogy este majd kocsit fogad, kihajtatnak a vámon túl, egy külvárosi csapszékben vacsoráznak, a csapos legény azt hiszi, hogy az ő menyasszonya, és később elviszi Amerikába is, magas sarkulakcipőt vásárol neki, hosszú, térden fölül érő harisnyát, csillámos tűszoknyát, mint a színésznőknek van, s autón vágtatnak a New Yorki sugárutakon egymásra borulva. Anna csak vonogatta a vállát, kinevette. Pénteken délben az úrfi kettőre terítetett. Mikor az első fogást behozta, azt követelte, hogy ebédeljen ottan, legalább ossza meg egy falatját, üljön le vele szembe. Anna a világért se ült volna le a lakásban. Arra is csak hosszú kérés könyörgés után lehetett rávenni, hogy egyszer nappal bejöjjön hozzá a hencserre az utolsó napon, szombat délután. Jancsi becsukta a zsalukat, s mintha éjszaka volna, meggyújtotta az összes csillárokat. Előbb a fürdőszobában illatszivattyúval lepermetezte Anna testét. A lány komolyan állt a szeszfelhőben, csak akkor sikoltott föl, mikor a mellét csiklandozta, s lefelé folydogált a hasán. Innen a szalomba mentek. Minden talpalatnyi területét csókjaikkal szentelték föl. Zarándok útjuk a hencsernél ért véget. Hét felé Jancsi cigarettára gyújtott. Valami újra vágyakozott. Anna, mondta ásítva, adja ide a telefont. A lány odahozta a készüléket, a 16 méteres zsinórral, mely úgy lógott róla, mint valami döglött óriás kígyó. Köszönöm, mondta Jancsi, aki már leemelte a kagylót. Most kimehet. Fölszólította Elekes Józsit. Te vagy az? No, szép tőled. Felém se nézel. Már három napja nem járok be, és te... Nem, barátom, nem. Más. Nagyobb dolog, barátom. Majd elmondom. Így bint nem lehet. Akkor mindjárt jöjj. Rendbicsek. Várlak. Halló, halló. Micsoda? Nem értem. Te az enyémet? Hójag! Levágta a kagylót, mosolygott a merész kívánságon, melyet oly ügyesen elhárított, rendbe hozta magát, leült az ongorához. Azt az egy táncdarabot kalimpálta, melyet tudott a divatos vansteppet. steppet. Dúdolta a szövegét. You made me love you, I didn't want to do it. You made me want you, and all the time you knew it. Elekes már kopogtatott, de ő ordítva énekelte tovább, csapkodta az onkorát. You made me happy, sometimes you made me glad, but there were times, dear, you made me feel so bad. No? kérdezte a barát. Hát nem voltál beteg? Nem, mondta Jancsi. Pedig rém rosszul nézel ki. Igazán? És a tükör elé állt. Szeme véres volt, arca halálsápat, ennek örült. Lehet, szólt, a fejem tényleg fáj. Az az üres fejed? Folytatta Elekes, aki egyetlen alkalmat se szalasztott el, hogy elmést legyen. Mi fáj benne? Ne izélj, Elekes, komoly ügyről van szó. Szerelmes vagy? Jancsi válasz helyett a zongora magas billentyűire csüccsent, melyek illetlenül és csúnyán fölsikoltottak. Lány, érdeklődött elekes. Asszony, hol csípted föl? A zserbóban. Privát? Színésznő. oh Hogy játszik. Különböző helyeken táncol. Vagy úgy. És mikor főzted meg? Szerdán este. Leszólítottam a kisteremben, barátom. Micsoda macska, micsoda démon. Azonnal velem jött. Az autóján autója van. A szeretőm. És hol találkoztok? Itt. Hm, gondolkozott Elekes, és az irítségtől mosolygott. Te nyomorfi, hát ide jár. Minden nap, mióta az öregek elutaztak. Minden éjjel, és nappal is. Te, most ment el. Az előbb, mikor telefonoztam, még itt volt. Itt, és a hencserre mutatott. Eleke szimatolt, érezte az orkidea párfüm illatát, látta a kivilágított szobákat. Nem is tetszett olyan valószínűtlennek. Molett? Sovén? Szőke? Gesztenyés? Hogy hívják? Add a becsület szavadat, szólt Jancsi is, míg elfogadta a baráti jobbot, valami óriásit akart hazudni, de nem sikerült. Mariannak. Dír Marian, sóhajtott. Hát igen, ismert el Elekes. Jó kis női hölgyemény lehet, azért azonban vigyáz, intette barátját. Ne dűj be, az ilyenek többnyire hisztérikák. Tudom, de milyen hisztérika? Te kancsit, mikor csókolom, félre beszél. Aztán elekes, figyelj ide! Te, elekes, figyelsz! Elekes figyelt, a baráti kölcsönösség kötelezte erre, mert hasonló esetben Jancsi is rendelkezésére állott. Jancsinak azonban tátva maradt a szája, elnémult. Amíg beszélt, Anna a szalomba lépett és jelentette, hogy kész az ozonna. Rápillantott a lányra, majd elekesre, aki hátrafordult, szintén a cselédre tekintve. Azt várta, hogy Elekes most elkacagja magát, a lányra mutat, akiben pontos leírása nyomán fölismeri a színésznőt és leleplezi őt. De nem ez történt. Elekes kioltotta a hamutálcán a cigarettáját, s az ozsonnázó asztal felé indult vele. Jancsit ez lehangolta. Az a szintelen alaktalan szomorúság borult rá, mint mikor egyedül volt. Minthogy pedig egy percig sem bírta elviselni a szomorúságot, és izgatottan tiltakozott az ellen, hogy megértse okát, vagy odaadja magát neki, és kiélvezze, mesterséges eszközökhöz folyamodott, mint a morfinista, aki kínyainak egy oltással vet véget. Gyorsan töltögetett a cseresznye pálinkából, kocsingatott barátjával, és ivott, fütyörészett. Ozsonna után kihozta kedvenc könyvét, fölolvasott belőle, és mulatott azon, hogy az általa nem ismert költők lékelt agyvelővel, kificamított tagokkal vánszorognak a besározott dicső álmaik után. Egy telefonugratást is megkíséreltek, de csak félig sikerült. Fölszólították egy közös barátjukat, az nem volt otthon, ennél fogva csak özvegy édesanyjával közölhették, hogy fia holnap reggel 8 órakor saját érdekében jelentkezik a politikai nyomozóosztálynál. Elekes az óráját nézegette, el is ment, bárhogy tartóztatta. Neki is találkája volt. Nyilván egy másik színésznővel. Jancsi egyedül maradva tovább pálinkázott. Egy suta mozdulatával azonban leverte az üveget, a cseresznyepálinka pálinka kiömlött a fehér perzsára. Anna kitisztogatta a szőnyeget, felsöpörte a cigarettahamut, rakosgatott, mert a két jó madár alaposan fölforgatta a lakást. Az úrfi egyenesen tartotta magát, nem szállt fejébe a szesz. A száraz részeg volt, merev és komor. Mégis valamit mondania kellett ennek a lánynak. Fölkelt az asztaltól, dülöngőzés nélkül feléje ment. Ide nézzen, szólt, és orrára bigyeztett egy vörös szemöveget, s a papírhártyán keresztül bandzsított rá, hogy megnevetesse. A lány nem nevetett. Jaj, de csúnya, hüledezett, hogy elégteleníti magát. Jancsi kivette zsebéből a revolvert, a lányra szögezte, célzott és elsütötte. A revolver miákolt. Megijedt, kacagott, s a lány után ment, aki két karját még mindig fölemelve hátrált. No, ne féljen, ez csak tréfa, jöjjön ide, mutatok még valamit. A pénztárcájából egy fekete hasú bankót keresett elő. Látott már ilyent? Amerikai pénz, dollár. Tudja, mit ér? rengeteget. Ez pedig francia. És ez itt holland. Valuták. Amikor a bankókat visszagyömöszölte a pénztárcájába, nyújtózkodott. Úgy érezte, hogy fejét kiszivattyúzták, és hátgerince üvegből van. Ágyazzon meg, mondta. Ma korán fekszem. Reggel jönnek a méltóságos úrék. Igaz, egy szót se szóljon, hogy nem jártam a hivatalba elekes úrról se, majd én elintézem. Anna el négy nap alatt minden munkáját elvégezte, melyet rábíztak. Sok harisnyát fejelt, sok inget foltozott, ezeket két bugyorba kötötte. A lépcsőházat is fölmosta. Jöhetett már a méltóságos asszony. Ezen az éjszakán hiába várta a konyhában az úrfit. Nem jött ki hozzá. Pedig most nagyon félt magában, mindig azt a vörös szemüveges, fehér arcú alakot látta, aki revolvert fogott rá, s úgy figurázott. Kettőkor zörgött a konyhaablak. Fölkelt és becsukta. Kün hűvös szél kerekedett. Zúgtak a fák. Aztán hallotta, hogy esik az eső. Tizennegyedik fejezet Valami nagyon keserű. Reggel még mindig esett. Makacs kitartó eső volt ez. Lassan sírdogált, locsogott a sáros udvaron. A csatornák okátták tajtékos vízüket. Anna, mikor kitekintett, látta, hogy körös körül az ég beborult. Egy tenyérnyi kék folt sem maradt. Arra gondolt, milyen jó is volna fölnyúlni oda valami hórihorga seprőnyéllel, eltakarítani a felhőket, mint a szobák sarkaiból a pókhálókat. Lesietett, s egy rozoga ernyő alatt várta gazdáit, kezerezkedett. Csak meg ne tudják, csak meg ne lássák rajta, mert azt a szégyen nem élné túl. Mélyen szemébe húzta kendőjét. Viziék, akik az éjszakai személyvonattal jöttek, kocsin hajtattak házuk elé. Először a méltóságos asszony pillantotta meg, az már messziről kiabált feléje, hogy rendben van-e a ház. Anna bólintott, hogy rendben van. – És az úrfival nem volt sok baj? – Nem, az úrfival sem volt sok baj, mondta kis gondolkozás után, aztán várt, mintha még mondani akarna valamit. Elsőül az úr ugrott le a kocsiról utazó sapkájában vállán egy nyakba vető szíjjal, melyről bőrkulat Anna átvette a bőröndöket, iparkodott fölfelé. Isten tudja, kicsit örült is, hogy megérkeztek, s újra a régi kerékvágásba kerül minden. Viziné is örült. Itt találta a lányt, a régi lányt. Friss kuglófot sütött meglepetésül, s a lakást példás tisztán adta át. Mindezt azonban már megszokta tőle. Aztán ezekben a napokban más környezetben forogván, sok idegen emberrel érintkezvén új tapasztalatokat gyűjtött, s most otthonát, tulajdon ügyeit frissebb szemmel függetlenebbül ítélte meg. Mindjárt el is mesélte, hogy az egri cselédek minden nap négykor kelnek, még a gazdaságban is segítenek, és alig kapnak bért. Kicsomagoltak, teát ittak, mert az úton átfáztak. Jancsi még aludt. Nyitott szájjal, félig zárt szemhéjjal nyúlt el a hencseren fehéren, mint egy hulla. Az eső egész vasárnap szakadt, három napig meg sem állt egyszerre, oly korán, itt volt az ősz. A ház, a kis Attila utcai ház még kisebb, még zártabb lett és még sötétebb. Lehűlt a levegő is. Hideg reggelek következtek. Drumáné, akinek az ura egyre többet keresett, sárcipőt vásárolt, s egy új őszi felöltőt. Druma átlátszó angol esőköpenyben jött ment a lépcsőn. Moviszterné két fogatú robogott a műkedvelői körbe, a próbákra, otthon verseket szavalt, a szalonya közepén kivágott pongyolában hajlongva erős taglejtésekkel. Stefi és Etel már nem kaszinózott többé az ajtók előtt. Fáztak a cselédek. A tűzhelyek mellett melegedtek, este leveleket írtak. Csak egy-egy pillanatra kukkantanak ki, hogy a szabad levegőn meglóbálják a vasalókat, tüzes köröket írva az éjszakába. Ficsorék is úgy éltek föld alatti odujukban, mint a vakondok. Az asszony reggelére rántott levest főzött. Ficsor ázott postás köpegyben sötéten tűnt föl a ködös folyosókon, mint egy kísértet, skáromkodott, hogy valaki megint nyitva hagyta a padlásajtót. Pipa égett szájában és köhögött az a híres sárga cipője, melyet kiutaltatott, már elvásott. Vége volt a rövid nyárnak. A szegények lassanként levetkőztek, a gazdagok felöltözködtek. Jancsi a bankba járt. Kiszabadulva négy napos önkéntes szobafogságából valósággal föllélegzett, amikor az utcára lépett. Otthon nem találta többé a helyét. Emlékei szégyennel töltötték el, úgy idegesítették, hogy sokszor hangosan kellett beszélnie magában. Elviselhetetlen volt már ez a lány. Mióta elekes azon az estén eljött hozzá, nem értette az egészet. Majd, hogy a nagybátyja és nagynénje hazaérkezett, s helyreállt a régi rend, rá se tudott többé tekinteni. Testileg szenvedett, ha benyitott hozzá. Egyelőre rokonai védelme alá helyezkedett menekült tőle. Többnyire az utcán lebzselt, nézte a nőket, mint aki egy titkot őriz, megfordult minden nő után, minden nőt levetkőztetett a tekintetével. Tatárék zsúrján ásítozott, s angolosan távozott. Fölcsípett egy cukrászlányt. Nem is tetszett neki, de elvitte abba a csöndes polgári budai szállodába, ahol átutazó vendégeknek szívesen adnak szállást. A cukrászlány után jött egy próba kisasszony, később valami állítólagos színi növendék. Ezzel kocsikban találkozott. Vacsorára alig ment haza. Elekessel együtt a Club de Parisienben ütötte föl tanyáját, ahol törzsasztalt kapott. Ezt az újonnan alapított bárt az akkori viszonyokhoz képest fényűzően rendezték be, mindenféle tükrökkel, csillárokkal, aranyfüstös gipsz oszlopokkal. Állandóan üvöltözött itt a jazz band. A jazz band megvan az a föltétlen előnye, hogy mellette nem csak gondolkozni nem lehet, hanem még érezni sem. Annak az előkelő közönségnek, mely ezt a klubot látogatta, erre volt szüksége. Külföldi lánckereskedők jártak ide, Meggazdagodott hadseregszállítók, antantisztek, s jobb éjjeli nők, vidám kis hadőzvegyek, a hősök, egykori hitvesei, akik a gazdasági viszonyokra való tekintettel itt keresték az utókor háláját. Ezek örömmel hallgatták a néger zenekart, mely a vadállatok ordítását és a háborús csömör öklendezését utánozva túllármázott mindent, a bennük háborgó kétségbeesést és undort is. Kisé elhűltek tőle, aztán táncoltak. Maga a táncterem valóságos látványosság volt. Üveglap borította, alulról rózsaszín villanylámpák világították meg, melyeket virágfüzérek fontak körül, úgyhogy valami meleg, tündéri jégpályának tetszett. Jancsi a záróráig itt töltötte minden estéjét. Ismerték a nők, Cigarettát kértek tőle, of potyink, kedvelték is. A vászteped bizonyos merev eleganciával táncolta. Gyakran lehetett látni a dohányfüstös kavargásban, amint egy ilyen nőt magához szorított és sápat fejét lehajtva az üveglapon elsuhanó lakcipőjében gyönyörködött. Virratt, mire hazavetődött. Lassan fordult az árban a kulcsa. Az előszobában lehúzta cipőjét, harisnyában szökött be a hencserhez, hogy föl ne ébressze víziéket. Anna ezt mindig hallotta. Nem bírt elaludni addig, amíg az úrfi léptei el nem hangzottak a szalomban. Minden éjszaka várta, és nappal is folyton várta. Várta őt, és várt valamit. Talán azt, hogy egyszer majd egy nyájas szót szól hozzá, vagy rámosolyog, vagy legalább kér tőle ezt-azt. Jancsi nem szólt semmit. Komor volt és sietett. Nyilván haragudott rá. Pedig a kedvéért már adott is magára. Naponta többször fésülködött, a tükörbe pillantgatott, még otthon munka közben is a legszebb ruháját viselte. Az egyetlen pepitát. Novemberben az éjszakák még hosszabbak lettek. A déli vasúttól behallatszott a vonatok füttye. Egy-egy eltévet mozdony rít a sötétben, megindítóan és panaszosan, mint valami kisgyerek. Vasárnap Viziné templomba ment. Vizi se volt már otthon. Az úrfi későn kelt. Nadrágjait rendezgette a szekrény előtt. Anna kitárta az ablakokat, hogy takarítson. Amikor a szekrény elé ért, erőt vett magán, s megszólította. Úrfi, kérem. Mi az? Tessék megbocsátani. A lány sírva fakadt. Hangtalanul sír, de oly erősen, hogy egész teste rászkódott belé. Jancsi bámulta. Egy darabig nem is tudott szóhoz jutni. Ezt szerette volna. Lehetséges, hogy ezt valaha szerette? Kezefejével törölgette könnyeit, szipogott az orrával, mely kipirosodott, mint az iszákos parasztasszonyoké. Dereka Berni kendővel volt átkötve. Ebben a kendőben behozta ide az ősz nyirkos szagát, akár a kívülről jövő kutyák. A nyitott ablakon besüvöltött a léghuzam, anna csak sírt, sírt, mint a záporeső és makogott valamit, amiből egyetlen szót lehetett érteni. Szégyen. A szégyen. Az lehetetlen, mondta Jancsi, teljesen lehetetlen. Ki van zárva? De igen. Ne sírjon, ne sírjon, kérem, könyörgött, és befogta a fülét, hogy ne hallja a sírását, mint valamikor a nevetését. Csak ne sírna! Jaj, úrfi! Hallgasson! Így nem lehet beszélni. Elhallgat már? Hát igen, Ö, először is az egész még nem is olyan bizonyos. Egyáltalán nem bizonyos. Várni kell. Összeborzongott az undortól, hogy így tárgyal ezzel, ilyen csúnya közösségben. Minden esetre várni kell, tette hozzá, s vállat mondt. Hitte is, meg nem is. Az is lehet, hogy zsarolni akarta, de azért már ő érdeklődött nála minden nap. Anna a fejét rázta. Jancsi a klub de Parisienben előhozta elekesnek azt a bizonyos színésznőt. Barátom, szólt hátradőlve karosszékében. Barátom, facsigám! Baj van! A legnagyobb bajok! Csak ennyi az egész, mondta Elekes, s a fülébe súgott valamit. – Biztos? – Tuti, mi is mindig ezt használjuk. Éjszaka odaállt Anna ágyához. – Forró lábvizet! – Vegyen nagyon forró lábvizet, amilyent csak kibír. A lány annyira fölforralta a vizet, hogy csirkét kopaszthatott volna benne. Ebbe lógatta a lábát, sziszegett tőle. – Na? – kérdezte Jancsi pár nap múlva. Anna megint csak a fejét rázta. Hallatlan, dörmögött. Ez már igazán hallatlan. És egy fricskát csettintett el. Benne volt a pácban nyakig. Kihúzta a lutrit. Micsoda ronda egy ügy, s micsoda botrány lesz tavaszra. Elekes egy nőgyógyászt ajánlott, aki lelkes barátja a művészeteknek, s színésznőkkel szemben különösen kuláns. Jancsi körülményesnek találta, hogy odavigye és bemutassa a színésznőjét. Erre pajtása összehozta egy rokonszenves drogistával, aki most abból élt, hogy sejmeket csempészett Bécsből és magyar trabukkókat Cseszlovákiába. Attól kapott valamit. Azt a pillanatot használta föl, mikor nagynénje kiment valamiért a folyosóra. Itt van, suttogta Annához gyorsan. Micsoda? Orvosság s kezébe csúsztatott négy darab egy grammos port. Dugja el, szólt a lányra, aki kíváncsian forgatta a papírhüvelyeket. Majd vegye be. Lenyelje? Nem érti. Benne van, ott a papírban van. Kinyitja, föloldja a vízben, és akkor issza meg. Most? Ha lefekszik. Reggelre segíteni fog. De észre ne vegyék, mert ez tilos. Ha megtudják be, és csukhatják érte. Akkor ne vegyem be, urfi. Dehogy nem, azért csak vegye be, de senkinek se szóljon, vigyázzon! Anna úgy cselekedett, ahogy megparancsolta. Mikor a ház elcsöndesedett, kinyitotta a papírhüvelyeket. Fehér por volt bennük, mint a nullás liszt. Meg is szagolta, nem volt annak semmi szaga. Mind a négy port beleszórta egy pohár vízbe. A konyhában még sem merte meginni. Kiment az árnyékszégbe. Ott a szemét lehúnyta, s egyszerre kihörpintette. Jézus Isten, de keserű volt! szűzanyám, boldogságos Szűz Mária, de keserű volt! Ilyen keserűt még soha életében nem ivott. És csak azután lett igazán keserű, mikor már bement és ledőlt az ágyára. Marta szájpadlását égette nyeldeklőjét az a büdös keserűség. Csak a méreg lehet ilyen keserű. Tenyerét odatapasztotta a szájához, belenyúlt a nyelvéhez, hogy megfogja azt a keserűséget, ámuldozott, hogy ilyen keserű is van a világon. Még a hajaszála is megkeseredett tőle. Aludt egy óráig vagy háromig, akkor tágra nyitotta a szemét, és az ablakra merett. Az a fény a tűzfalon narancssárga fényben villózott, úgy ugrált, hogy elgyönyörködött benne. Harangoztak valahol? Távolról harangoztak, zúgtak a harangok, süket, mély morajlással egyre erősebben. Indult megnézni, hol harangoznak ilyen későn. Akkor bejött egy ember, egy nagyon nagy ember, akkora, mekkorát még nem is látott, hogy jött be ide, mikor csukva volt az ajtó, ott állt az ágyánál, mint egy ló. Na, mit csinálsz te? Marad has már! Édesapám, kedves édesapám, ide nézzen, sonkából van a feje, soha se bántsa. Ezt is csak úgy teszi, akár a seprő, akár leült a székre bolondságból, majd elhagyja. Nekem is jobb volna már söprögetni, mert megesz a kosz. Kihúzom azt a fiókot is, és mit látok? Tele van kölessel. Méltóságos asszony, jaj, de meg tetszett ijeszteni. azt hittem lezuhan arról a farról. Hát ez meg mit akar itt? Menjen a fenébe, marha, oda ég a rántáson fölforra mosogató eresse meresszen engem. Mi ez? kérdezte Viziné, aki föléje hajolt. Maga beteg? Anna oly mélyen aludt, hogy lélegzetét se lehetett hallani. Anna! rázta. Anna! Nem érti? A lánya másik oldalára fordult. Beteg, gondolta. Homlokához ért, egészen hideg volt a keze lába is, mint a jég. Ha ez itt meghal, tűnődött. Fölszaladt a doktorért. Moviszter kiment kispesti betegeihez, csak a rendelő órájára várták vissza. Egyelőre rumos teával kínálgatta, biztatta, hogy igya meg, az majd átmelegíti. A lány mozgolódott, mutogatott valamit, kérte, hogy gyújtson világosságot. Miért? csodálkozott Viziné, már reggel van, fél kilenc, mondta rémülten. Anna valami írtózatos félelemmel kaparázott maga körül, aztán kezét a szemére szorította. Nem látott semmit. Körös körül fekete volt a világ. Megvakult. Megint mély álomba merült, s mindaddig föl se ébredt, míg az urak haza nem jöttek, és ebédelni nem kezdettek. Viziné épp arról beszélt, hogy most a nyakára betegedett ez a lány. Ekkor megjelent az ebédlőben a tálcával. Jobban van, tudakolta Viziné. Anna már látott minden, de hogy mit beszéltek, azt nem hallotta, csak a szájak mozogtak körötte. Meghűtötte magát, mondta Vizi. Persze, helyeselt Jancsi, egy kis meghűlés lesz. Mégis lehivatom a doktort, töprengett Viziné. Ahogy gondolod, jegyezte meg Vizi, de tudod, hogy ezek a parasztlányok milyenek. Igen, szólt Jancsi, és különben is már jobban van. Estére tényleg egészen magához tért, ő kérte, hogy ne zavarják a doktort. Még napokig káprázott a szeme, csöngött a füle. Egyszer a jégszekrényt nem látta, egyszer lejtett egy ezüstkanalat, és nem hallotta. A szíve pedig úgy szorongott, mint akkor éjszakas, olyan kicsi volt, és körötte minden olyan nagyon nagy. Talán elrontotta a gyomrát, vallatta a víziné. Gondoljon csak vissza, mit evett? Biztosan sokat evett valamiből, amit szeret. Jancsi egy óvatlan pillanatban hozzáugrott. Rendben van? Igen. No látja, mondtam csak nagyon keserű volt, szólt Anna halvány lábadozó mosolyjal. Olyan keserű volt. Keserű? ismételte az úrfi. Minden orvosság keserű, fő, hogy túl vagyunk rajta. No, Isten vele! Hanem neki éppen elég volt ebből is, meg víziékből is, akik folyton regulázták a kései hazajárások miatt. Maga vette kezébe lakásügyét. A miniszter névjegyével ment a lakáshivatalba, hogy beköltözhessen abba a Márvány utcai szobájába, amelyet már két hete megítéltek neki. Ezt 48 óra alatt el is intézte. Harmadik emeleti szoba volt nem nagy, de utcai, és ami a fő, különbejáratú. Még aznap este szedte a sátorfáját, megcsokolta Angéla nénit, Kornél bácsit, estére már vissza se ment hozzájuk. Jancsi az új szobájában ült, hótprémes bundájában elekessel beszélgetett. Csöngettek az ajtón. Anna hozta a holmiait. Letette őket. Köszönöm, Anna, mondta az úrfi, és markába nyomott egy száz koronást. Ki is kísérte az ajtóig, ott ezt mondta. Várjon csak! Valamit kivett téli kabátja zsebéből, odaadta neki. Ez is a magáé. Anna az utcán nézte meg, hogy micsoda. Egy papírzacskóban gesztenye volt. Apró, összeégett, megszenesedett magyar gesztenye, de még langyos. Most látta, hogy az úrfi nem is haragszik rá. Tizenötödik fejezet Tél Novemberben cihelődni kezdtek a románok is. A Nemzeti Hadsereg elővédjei 1919. november 14-én pénteken reggel 8 órakor érték el a Duna vonalát. Pesten még karhatalmi osztagok tartották fönn a rendet, mikor az Attila utcán már sastollak lengedtek, s közkatonák rohamsisakjai ragyogtak föl a napban. Mindenki az ablakhoz tódult, lobogtatta kendőjét a zömök alföldi fiúk felé, akik feszesen meneteltek. Túl a pesti oldalon az emberek az erkére futottak, látsővel szemlélték az első katonákat. A hadrakelt sereg társzekerei napokon át zakatoltak a körutakon. Ismét a régi kürtjelek hangzottak, este kilenckor a Ferdinánd laktanyából már a takarodót fújták, mely hazahívja a bakát, a rongyos bakát. 18-án aztán ködös zord délelőtt volt, s a vörös naptányér alacsonyan lebegett az Észak-Sarki égen. Harangzúgás és püspöki segédlet mellett bevonult a fővezér a Fehérvári úton. Egy minisztériumi küldöttségben Vizi is ott állt, kürtők alapban. Viziné a parlamenti hölgybizottságban virágokat, gyászfátyolos nemzeti színszalagokat nyújtott át. Anna egyedül dolgozott. A ház üres volt és csöndes. Nem hallatszott a fügyszó sem. Kikönyökölt az erkély rázta a porrongyot, bement egyik szobába, mintha keresne valamit, s visszajött. A szellőzésnél a légáram még sokáig meglepegtette a fürdőszoba sok jószagát, mely beívódott a bútorokba. Hallod? mondta Viziné, mikor Ben ült a szalomban az urával énekel. Anna valami kis vidám dalt dúdolgatott. Pénteken este, szombaton este kimegyek a rózsámhoz a sötétbe. Különös, szólt az asszony, eddig még soha se énekelt. Hát aztán jó kedve van, azt akarod talán, hogy sírjon. Egy délelőtt a húst tisztogatta a deszkán, egyszerre fölsziszent. Mi történt? Szörnyülködött Viziné, aki ott ült a dagasztószéken. Belevágtam. Kezét elöntötte a vér. A kés, a nagy konyhakés hüvelykujába szaladt egészen a csontig, majdnem elmetszette az új percet. Csúnya, tátongósebb volt. Miért nem vigyáz? Tessék hagyni! Kimosta a vízvezetéknél, jól megsózta konyhasóval, egy kis rongyal körültekerte. A rongy azonban csak hamar átpiroslott. Felküldték a doktorhoz. Az bekente valami csípőssel, szépen bepójálta, megsimogatta az arcát, és azt mondta, hogy mire menyasszony lesz, elmúlik. Nagyon kedves, finom ember volt ez a doktor. Szigorú tél köszöntött be, erősen fagyott. Akkor a köd ereszkedett a városra, hogy két lépésre se lehetett látni. Varjak húztak az égen. Aztán leesett a hó, betemette az utakat, elakadtak a villamosok, a lánchídon az omnibus se járt. Folyton havazott. A rendőr, a kövér rendőr már hajnalban csöngetett a házmesteréknek, hogy söpörjék a járdát, különben fölírja őket. Reggel ötkor, mikor még minnyáján aludtak, kijött a pepita ruhájában, melyet nem vetett le többé, körültekintett a kékes lila hóhullásban. csönd vette körül verebek ugráltak a targaljakon. Baltával törte a jeget, lapátolta a havat, söprögetett. Emberek akkor még nem jártak az utcákon. Nyolc felé hivatalnokok szállingoztak a várba szivarral a szájukban. Moviszter is leballagott. Téli sipkát viselt már, fülvédőkkel kötötte körül érzékeny füleit. Néha megállott a kapuban, megkérdezte mi újság, Kezébe vette a fájos ujját, melyen a pója már bepiszkolódott, mormogott, hogy majd új kötést kell rátenni. A seba téli munkában mindig újra fölfakadt, a keze fájt, megfagyott, kiripacsosodott, a repedéseket belepte a szénpor. Minden nő megcsúnyul valamit a hidegben. De a cselédek annyira megcsúnyulnak, hogy rongyaik között alig ismeri föl az, aki nyáron a melegben látta őket. Anna is megcsúnyult. Hullott a haja. Egyre több gubanc maradt a vasfésűben. Nem szeretett emberek előtt mutatkozni. Most érzett először fáradtságot. Valami új részek kimerültséget, hogy esténként, mikor elvégzett, nem is bírt mindjárt lefeküdni, hanem ide-oda járkált, karjait lóbálva, a vállára csapkodva ment-ment a folyosóra, onnan vissza, benyitott a szobába, a szalomba. Vizini egyszer már az ágyból rá is szólt, hogy mit keres a sötétben. Anna összerezzent. Nem tudta, hogy mit keres. Azt se tudta, hogy mi van vele. Az úrfi már nem étkezett náluk pedig meghívták, hogy jöjjön el, amikor akar, minden vasár és ünnepnap hivatalos volt ebédre. Egyszer jött el. Utána még látta a tükörablakon át a kávéházban valami hosszú rúddal a kezében egy zöld asztalra hajolva. Később nem látta többé. Amint múltak a napok, megfásult. Elzsibbad benne valami. Szinte elfelejtett mindent, ami volt. De azért szenvedett. Mert ha nem is gondolt arra, ami volt, érezte, hogy az, ami volt, már nincsen, mint az állat, mely múlton és jövőn kívül az örök jelenben él, mint az a kutya, mely nem kap enni, és nem tudja, hogy mi bántja, és mégis folyton odavánszorog az üres ételes tájához, körül szaglásza, és miután látja, hogy semmit se lát, csüggetten a vacka felé kullog, vissza-vissza sandítva. Egyszer este felé így áldogált fönn a padlás följáró előtt bódultan üres kézzel. Jöjjön csak be, szólt föl hozzá Stefi. Mutatok valamit. Egy rózsaszín ruhát mutatott, egy gyönyörű rózsaszín ruhát, melyet magának vart. Aztán az izgalomtól kipirulva elmondta a titkot, hogy nem sokára valami bál lesz, egy ünnepé, a nagyurak előtt száz pár táncolja majd a körmagyart, csupa úrilány, ügyvédek, orvosok lányai, s őt is bevették a táncosnők közé, most minden nap tánciskolába kell mennie, egy szigorú táncmester tanítja őket. Ehhez a szerencséhez pedig úgy jutott, hogy egy koronaőr udvarolt neki a ma hosszú délceg fiúk közül való, akiket a Krisztinában egyeneseknek neveznek, az ajánlotta be, az lesz a párja. Anna hallgatta, s ő boldog volt, hogy valaki akad, aki hallgatja. Utána többször föl is hívta magához, csalogatta a moziba, csak jöjjön, majd ő befizet érte. Anna szabódott, hogy nincs ruhája, de végül elment. Ekkor látott először mozit. A vásznon autók cikáztak. Valaki belepottyant a tóba, a grófa grófnével csókolózott a kertben. Steffi a koronaőrről beszélt. A koronaőr járt utána, de ő nem sokat törődött vele hadd szenvedjen, a férfiaknak nem árt, azok mind olyan komiszok. Közben magyarázta a képeket. Egy sovány mozi színészt különösen kedvelt, valahányszor feltűnt, megérintette Anna karját. Látja, ez az én zsánerem. A magas és halvány hát a magáé. Ő erre nem tudott mit felelni, mert azt sem értette, hogy mi az a zsánerem, aztán zavarta a sok kép, a körülötte ülő közönség. Megköszönte Stefinek, de többet nem ment el. Nem ért rá. Úgy szólván egész nap fűtött. Náluk a fűtéssel volt a legtöbb baj. Viziék kájhái egytől egyig rosszul fültek. Már reggel a hósöprés után kezdődött. Gyertyával botorkált a pincébe. A pince mély volt, falai csöpögtek a víztől, pállott meleg csapott arcába. Megtöltötte szénnel a két kotlát, anélkül, hogy körülmert volna nézni. Patkányok jártak át az utcáról, a föld alatt alagutat vájtak maguknak, cincogtak a farakások körül, azoktól félt. Reggeli előtt melegnek kellett lenni az ebédlőben. Rárakott a kájhára, fújta, legyezte a kötényével, de a tűz csak pislákolt, folytófüstöt terjesztett, tele lett vele a lakás. Mindig így ment ez, minden áldott nap, hol az egyik, hol a másik szobában. Viziné sokat bosszankodott. Miért nem hívja a kéményseprőt? Tegnap is itt volt. A bátori úr? Az. Akkor maga a hibás, biztosan nem tesz rá elég aprófát. Bátori úr, bátori Árpád nemes ember, három előnévvel, velük szemben lakott, ő söpört a Krisztinában többször megfordult házukban, golyózott, égette a kéményeket. Másnap a kályhák megint csak füstöltek. Anna egyszer, hogy nem volt otthon asszonya, gondolt egyet és lehívta. Azonnal jött. Mi baj már megint, Annuska? Nem még. Na no, majd meggyógyítjuk. A falhoz támasztotta létráját, lerúgta lábáról papucsát, mezitláb ment a beteg kájhához. Annyit vacakolok, sopánkodott Anna. Ejnye, csóválta a fejét a kéményseprő. Ejnye, s megszánta, mint egyik munkás a másik munkást. De nem törődött vele csak a kájhával. Rázogatta rostéját, tapogatta az agyaktapasztást, majdnem beledugta fejét is, annyira kukucskált. Mindig visszacsapja a szél, magyarázta Anna. Várjon, szólt hirtelenül a kéményseprő. Hol az a padlás kulcs? Bátori úr egy pillanat múlva kün volt a havas háztetőn, izmosan, ügyesen mászott a szelemen felé, mint egy macska, állt a kémény mellett, a magasban a seprővel, fehérben a fekete, mint egy fekete kandúr, valamit babrált a szélfogóval. Anna az udvarról fölfelé lesett. Mindjárt megnézzük ki a le Bátori úr a hangtompító hóban, hogy van-e most húzat? Már jött a padlás lépcsőn. Anna megkérdezte tőle. És nem félt ott? Mitől félnék? Együtt mentek a lakásba. A lány tüzet akart rakni. Hagyja, intette le a kéményseprő. Hatalmas kezével belenyúlt a még forró pörnyébe, kiszedte, maga gyújtott be egy lobogó újságpapírral. Gugga ülve figyelték, amint a lángok körülnyaldosták a kájhát, s az aprófa szikrákat szorva pattogott. Ennek égni kell, mondta bátvori úr, és fölállott. Egymás mellett várták meg, míg a faparás kipirul. A kéményseprő jócskán rátett a szénből is, értettő ehhez, nem döglesztette el. Pár perc múlva hallották, hogy a szén ropog, megadta magát a tűznek. Oda tartották kezeiket. Langyos szellő fújdogált a kájhából. A vasajtócska tüzesedni kezdett. Na, nevetett bátori úr, s kormos arcából kivillantak a fogai. Mit mondtam? Köszönöm. Szívesen, annuska kisasszony, máskor is csak szóljon át hozzám. Viziek mindhárom kéménye vidáman eregette füstjét a kénkősárga égre. Bátori úr időnként érdeklődött. Ég? Ég. Azért muszáj is annak égni. Szerdán csúnya zivatar nyargalt végig a városon, bömbölt a szél, rázta a házat. Künn a vérmező úgy háborgott, mint a Balaton télen, mikor nem látni a partját. Viziné a spiritisztáihoz ment. Anna a kájha előtt melegedett, hallgatta a vihart. Lassan lélegzettek az aranyparazsak, gyémánt hunyorgással omlottak össze. A kájha vasajtaja az öt piros szemével bámult rá. Most valaki halkan megkocintotta az ajtó kilincsét. Mikor ajtót nyitott, látta, hogy a kémény Jaj, suttogta, de megijedtem. Csak nem tőlem. De miért? Olyan fekete. A kéményseprő ott állt a folyosón a szíjas fekete ruhájában, vállán a fekete kanállal, a fekete kötéllel. Hogy tud olyan fekete lenni, mondta Anna az ijedelem és mosoly között, mint az ördög. Na, tréfált bátori úr, nem vagyunk mi olyan rosszak? Belépett. Lánca csörgött a homályban. Nincsenek itthon? kérdezte. Valamivel előrébb jött a konyhai lámpa fénykörébe. Nagy kék szemei voltak, egész valószínűtlenül nagyok, mint a színészekéi, mikor aláfestik. Mit csinál? Kalácsot akarok sütni. Hát maga? Gondoltam, benézek. Csak a konyha küszöbén maradt állva. Anna egy tálba tette a kovászt, vajat, cukrot, sót, leöntötte meleg tejjel, lisztet szórt rá, kevergette. A kéményseprő nézte a munkáját, sokáig nézte, majd így szólt. Én is megyek már. Hová siet? Haza. Megnézem, hogy otthon-e már az a lány, mindig elcsavarog. Mikor halt meg a felesége? Két éve lesz az őszön. Mi baja volt? Sorvadása. Anna letette a fakanalat, eltűnődött, mint aki valami tartalmasat olvas, ami tele van élettel. Kellene melléje valaki, mondta a kéményseprő. Én nem bírok vele. Egy asszony kellene. Kap maga? Hány éves? Harmincöt. Nem öreg, meg jól is keres. Hisz ajánlanak most is. Egy özvegyasszony Erzsébeten van egy kis háza. Na, lássa! Csak hogy nekem nem kell. Ha magát ajánlanák. Ne bolondozzon vágott szavába kedvetlenül, minden kacérság nélkül, mert most nem jól esett, hogy dicsérik, mert most tudta, hogy nem szép. A kémén seprőt vonzotta valami. Lehet, hogy a lány szenvedése a friss fájdalma, melyet a férfiak mindjárt megszimatolnak. Az alázat és kiszolgáltatottság, mely sokszor jobban tetszik nekik, mint maga a szépség. Oda dőlt az ajtófélfához. Megvárta, míg Anna a kalácsot begöngyöli a tepsibe, akkor így szólt. Na, no, megyek már. Most csak ugyan menjen, Bátori úr, mindjárt itt lesznek. Bátori úr nem sokat okoskodott. Egy még találkozott vele véletlenül az utcán, megint mondogatta, csak úgy általánosan, hogy egy asszony kellene, egy asszony aztán, amint dukál, Ficsornéval megizentette, hogy szívesen feleségül venné Annát, ha hozzájönne. A házmesterné a lehető legbuzgóbban tett eleget megbízatásának. Beszélt a lánynak, hogy milyen szerencse, a világért se el, dicsérte a kéményseprőt, aki józan, szorgalmas ember, nagyon jól bánt az első feleségével. Anna nem mondott nemet, csak gondolkozási időt kért. Bátori úr viszont arra kérte, jöjjön el egyszer, nézze meg a házatáját. Kimenős napján a vérmezőnél eléje jött, s fölvezette a lakásába, negyedik a emeletre, egy udvari szobába. Hideg téli holdfény reszketett a jégvirágos ablakon, s ónosan, halottasan világította meg alakjaikat, mikor a sötét szobába léptek. Távol állottak egymástól. Anna nyomban az ablakos sietett, s lefelé tekintett. Fölfedezte az ő házukat, megismerte egy fát, arról az ablakát, s csodálkozott, hogy innen a magasból milyen kicsi. A kéményseprő meggyújtotta a petróleumlámpát, a farra akasztotta az ablak mellé. Sok holmi volt itt. Két nagy szekrény, két ágy, ágy ágynemükkel, mindennel, ami kell, egy dívány, egy konyhakredenc, egy asztal. Bátori úr kinyitotta a szekrényeket mutogatta az asszony fehér nemű melyek kimosva, mint egy érintetlenül áltakott ott, hatink, három alsó három hálórékli, egy piros himalája kendő. Nagy tisztelettel, becsüléssel beszélt vele. Anna gondolkozott, valami bágyat kis öröm villant át rajta. Később hazajött a lány, mogorva, tizennégy éves fruska, csatakosan, kivágott cipőben. Az apja figyelmeztette, hogy köszönjön, mire köszönt, és a sarokba ült egy székre. Anna vacsorát főzött, paprikás krumplit. Csöndesen megették, hárman. A kémény seprő lekísérte Annát, faggatta. Hát, mit gondol? Még nem határoztam. Bátori úr hangsúlyozta, hogy neki nagyon sörgős a házasság. Anna ezt felelte. Most hagyjon, majd az ünnepek után. Ebben is maradtak. Ünnepek előtt, hogy legtöbb dolga volt, és a mákost meg a dióst készítette, beállította bátyja, akit már öt nem látott, mert francia fogságba került. Egészen megemberesedett, bajusza is nőtt. Ostort tartott kezében, kocsival jött a pusztáról, valamit hozott az uraságnak. Megkérdezte, hogy van, és visszahajtatott a pusztára. A házban nagy karácsony volt. Előbb drumáékhoz repült be az angyal, odavitte a legtöbbet a kisbabának. Steffi aranykarkötő órát kapott, etel a moviszteréktől egy vég vásznat. Náluk legutoljára gyújtották meg a karácsonyfát. Moviszterék és drumáék jelenlétében. A méltóságos asszony és a méltóságos úr megcsókolták egymást. Viziné az urát szivartárcával lepte meg, és ő, mint minden évben, 24 zsebkendőt vett a feleségének. Anna ajándékát a méltóságos asszony nyújtotta át. Seyen papírba volt csomagolva. Lélekmelegítőt kapott, egy barna, tartós, kötött lélekmelegítőt, hogy meg ne fázzék a húsöprésnél. Amint kibontotta a viaszgyertyák fényénél, Drumáné meglökte Moviszternét. Ezt a lélekmelegítőt ismerte. Katica kapta, viselte is, aztán mikor elment, visszadobta. 16. fejezet Anyag, szellem, lélek Viziék három király napján tatáréktól jöttek egy nagy politikai ozonnáról, melyen két miniszter is részt vett. Az asszony, mikor a konyha ajtaja elé ért, hirtelenül megállott. Benne a konyhában egy idegen volt egy férfi, akit nem ismert. Ott ült az asztalnál, mellette, elég messze tőle, Anna. Láttára az ismeretlen férfi illemtudóan fölkelt és köszönt. Jó estét kívánok! Most jobban lehetett őt látni, mert a lámpa megvilágította a halvány arcát és szőke sejmes haját világos szürke ruhát viselt, hosszú nyakkendőt. Viziné csak fürkészte egyre bizalmatlanabbul magában tanakodva. Nem tetszik megismerni, mondta a férfi nem kellemetlen bariton hangján, és mosolygott. A kémény Á, maga az! Nézze, meg sem ismertem, így még nem is láttam. Jó estét, bátori úr, jó estét! A hívatlan vendég nem sokáig alkalmatlankodott. Megvárta, míg a ház úrnője bemegy, kicsit késlekedett, hogy ne legyen az a színezete, mintha szöknék, aztán csöndesen távozott. Viziné szeméről most hullott le a hájog. Révedezve csóválgatta fejét. Erre nem is gondolt. Nem gondolt arra, hogy Annának máshoz is köze van máshoz is köze lehet az ő annájának, s egy akárki egyszerűen beülhet hozzá. Az egész olyan kellemetlen volt, és tapintatlan, Valósággal nyílt jogbitorlás, olyan forma, mintha a kéményseprőt az ő fehér díványán találta volna a hálóban, és ott kedélyesen pipázott volna. A szemtelenség fölháborította, de nem szólt semmit. Lassan hozakodott elő, Mondja Anna, hát magához jár ez? Néha benéz. Mi az, hogy néha? Tehát nem is először? Máskor is itt volt már? Máskor is. Hányszor? Olykor. Ezt nem szeretem, nagyon jól tudja. Egy idegen férfi az én házamban. Sehol a világon nem szokás ilyesmi. Ő nem kergethetem ki. De az nem úgy van, kérem. Tőlem akár otthon is maradhat. Hát akkor miért nem mondja meg neki? Mondja meg! Nem bírom, méltóságos asszony. No, akkor majd megmondom én. Magának más dolga van. Tessék megmondani, nekem igazán mindegy. Viziné beszélt a kéményseprővel, az nem mutatkozott többé, de a dolog ezzel közel sem volt rendben amíg főztek, folyton rákta a lány fülét. Udvarolt magának? Beszélgetett. Televeszélt a fejét, meg akarta bolondítani. Hol a vaj, méltóságos asszony? Ott az ablakban, fiam, vigyázzon, Anna, nagyon vigyázzon, csak megzavarja. És miket mondott? Egyszer azt mondta, kezdte, de a vízvezetékhez ment, a csuporba vizet engedett, úgyhogy Viziné nem hallhatta, mit beszél. Szóval mit mondott? Vallatta, miután Anna a csuprot a tűzhelyre tette. Azt mondta, hogy nincs senkie. Mást nem? Meg, hogy egy asszony kellene. Érdekes. És mit felelt rá? Semmit. Okosan tette, nevetséges, nem magának való ez. Anna igazat adott neki nyíltan is, belül a lelkében is, de mihelyt nem hallotta érveit, megtántorodott. Az újság, hogy Annának valami kérő féléje akadt, nem maradt titokban. Megtudta az egész ház, s a lakókat két pártra szakította. Bátori úr gondoskodott arról, hogy távol hátvédeket teremtsen magának, és megdolgozza a közvéleményt. Mindenek előtt a cselédekre támaszkodott. Ficsorné, akinek ígért valamit, ha annát megszerzi, föltétlen híve volt. Ő nyerte meg az ügynek Stefit is, aki biztatgatta annát, hogy legyen esze, ne válogasson, különben úgy jár, mint ő, aki 32 éves korában is szolgálni kénytelen. Etel, a Moviszterék öreg etelje, nem egészen állt kötélnek. Elismerte, hogy szép dolog lenne, de nevetett, hogy Minek egy cselédnek férhez menni, addig boldog a még lány. Drumáék határozottan a házasság ellen foglaltak állást. Moviszterné semleges jó indulattal tekintett az események elé. Ezek minden nap kioktatták. Az egyik arra figyelmeztette, hogy siessen, a másik, hogy a világért se hamarkodja el, még ráér. Anna annyi tanácsot kapott, hogy belekábult, és mikor számot vetett magával, hogy hányadán is áll, legjobban szerette volna, ha békében hagynák, vagy ők maguk határoznának akárhogy. Utálta az egészet. Mindig azoknak a pártján volt, akikkel legutoljára beszélt. Nem lehetett tudni, hogy mi ütött hozzá, hogy kivel beszélt utoljára, kivel nem, hogy az egymásnak ellentmondó tanácsok zavarában kikre hallgatott. Egy napon azonban mégis ez történt. Anna krumpli közben nyugodtan és egyszerűen közölte asszonyával, hogy keressen másik lányt, ő férjhez fog menni minél előbb, mihelyt az új cselét helybe áll, ha lehet, már most 15-én szeretne, ha nem lehet, akkor legfőjebb elsőjéig várhat. A fölmondás nem volt rideg, de hivatalos. Fiziné most egy szóval se próbálta lebeszélni, tudomásul vette, épp olyan hivatalosan. Végignézte, mint egy idegent, s fejét büszkén fölemelve, kiment a konyhából. Ez a csapás nem jött váratlanul, hisz már hetek óta feje fölött lebegett, de talán annál rettenetesebb volt. Anna hatodik hónapja szolgált nála addig, ameddig egyetlen cselédje sem úgy hozzászokott, hogy el sem tudott helyette képzelni mást, senkit, se jobbat, se rosszabbat. Nem is nézett új lány után. Az első izgalom után átadta magát valami fatális tétlenségnek, valami tártalan bizakodásnak, melyben a spiritisztáknál csak megerősítették. Ott burkolt formában megkérdezte a szellemét, az ő áldott védő szellemét, hogy mit cselekedjék. Attól azt a választ kapta, hogy az, amitől tart, semmi esetre sem fog bekövetkezni, de most nagyon keménynek kell mutatkoznia. Ebben meg is nyugodott. Közben azonban beteg lett. Az ura egy délben az ágyban találta, feküdt az elsötétített hálószobában, jeges borogatással a fején, s egy orvosságos üvegből tormaszest szagolgatott. Az ő betegsége, mely kisebb-nagyobb időközökben visszatért, rendszerint a roham alakjában jelentkezett. Hirtelen minden ok nélkül sírógörcs fogta el, megfájdult a feje, csillapíthatatlan fejfájás kínoszta órákig, még az ideges gyomor hányás által nem könnyített magán, akkor a fejfájás is lassanként megszűnt. Ezt az orvosok hisztériának nevezték, de tenni semmit se tudtak ellene. Vizi nem is üdvözölte, egy rosszalló pillantást vetett rá, aztán hátat fordított. Feleségének a betegsége mindig inkább bosszantotta, mint megijesztette. Személyes sértésnek tekintette, hogy beteg is mer lenni. Délután a beteg állapota rosszabbodott. Nyögött, jajgatott, csapkodta kezeit, aztán nagy sokára hányni kezdett. Anna jött, ment a lavorral. A doktor csak rendelő órája után érkezett, Unottan akasztotta föl téli kabátját, s bement a betegszobába, már felöltve nyájas társadalmi arcát. Meggyújtotta a hálószekrényen álló kis villanylámpát, mire a beteg panaszkodott, hogy nem bírja el a fényt, és a körötte lévő sok zsebkendő egyikét szemére szorította. Moviszter mindenek előtt azt tanácsolta, nyissanak egy ablakrést, mert nagyon füllett a levegő. Vizi az ágy fejénél állt, intézkedésre készen. Angyalnak nevezte feleségét a leánykori nevén, mint mindig, mikor idegen volt jelen, s érdeklődött, hogy léte felül. Az orvos pirongatta a betegét. Kezébe vette a kezét, sokáig ott tartogatta, anélkül, hogy valamit szólna. Megolvasta érlökését, meg is hőmérőzte. Bólintott, hogy nincs láz, minden rendben. Aztán, hogy valamit tegyen, az általános vizsgálatra tért. Föltakarta a testet és nézte. Ismerte ezt a testet, akár a hangoló a át, melyet gyakran hangol, minden kalapácsát és billentyűjét, de tudta, hogy a gép maga még nem minden, és ahhoz, hogy a kalapácsok és billentyűk összejátszásából valami igaz keletkezzék, valami élet és zene, Más egyéb is kell, mert ez a tapintható, önmagába zárt valami, a körülötte levő nagy mindenségben nincs egészen elszigetelve, amint látszik, nincs egészen egyedül és idegenül, hanem össze van kötve égen és földön mindazzal, ami él. Kiábrándultan fogott hozzá a formasághoz, melyet már annyiszor hiába csinált végig életében. Nyomogatta a gyomrot, a beleket, felültette a pácienst, szépen megkérte, hogy sóhajtson, hallgatta a tüdejét, kikopogtatta a szívtompulatot, és udvariasan megköszönt mindent. A féri e vizsgálat alatt lélegzetét is visszatartotta, hogy ezzel az orvos munkáját mint egy elősegítse. Vizi Ama 20. századbeli művelt emberek közé tartozott, akik az orvostudományban, melyet az egyetemen tanítanak, és általában mindabban a tudományban, melyből hivatalosan diplomát szolgáltatnak ki, oly vakon hit, mint hívő a vallásában. Minden orvost oly lénynek tekintett, aki valamivel többet tud rólunk, és ezért bizonyos titokzatos fényben látta őket. Moviszter mozdulatait szintén így figyelte amint lerázta a hőmérőt, és közben kézelőjének ingombja csörrent, úgy érezte, hogy ez a hőmérő most orvosilag csörren. A tüdőhallgató gumicső, valamint a stetoszkóp hasonló borzongást ébresztett benne. És folyton arra várt, hogy a doktor, aki felesége fölött hajladozott, egyszerre fölkiált, hogy ebben a pillanatban végre megtalálta az igazi bajt. Moviszter ellenben így szólt. Én semmit se találok. Nem a gyomra? Ott nincs semmi. A tüdeje? Az teljesen tiszta. És a szíve? Kitűnő szíve van. Mit tegyék? Ami ízlik. Egy kis könnyű, becsinált levest segítette vízi. Azt is. Nem írsz föl valamit? Fölírhatok, mondta Moviszter szórakozottan föl is írt valamit. Vizi buzgolkodott. Rögtön elküldetek érte. Nem olyan sürgős. Moviszter a receptet a betegnek adta. Ebből tíz csöppet méltóztassék majd bevenni egy kocka cukorral. Tizenötöt is bevehet, ha nyugtalan. De csak akkor. Inkább sokat pihenni, szórakozni. Fáj még a feje? Na, már nem is fáj. Mondtam, nincs semmi baja. Kezet nyújtott, hogy elbúcsúzzék. Az a baja, szólt Vizis, feleségére pillantott. Angyal, beárulhatlak? Kérlek, az a baja, hogy örökké idegeskedik. Fölmondott a cselédje, férjhez megy. Úgy, szólt Moviszter. Ezzel izgatja magát már egy hete, nem alszik. No csak nem komolyan? kérdezte az orvos. Bizony, nem valami kellemes, az, mondta a reketten. Betanítottam, és most egyszerre itt hagy. Hát ez így szokott lenni. Mert hálátlanok, mert nincs semmi belátásuk, egy fél esztendeig fáradtam, vesződtem vele. Érdemes volt? Nézzem, méltóságos asszonyom, nekem van egy páciensem, 76 éves, és most kezd angolul tanulni. Mire megtanul, talán meg is hal, vagy mondjuk, hogy nem hal meg egy hamar. S később, majd száz éves korában úgy hal meg, hogy tudott angolul. Érdemes volt? Vagy érdemes 20 éves korunkban elkezdeni akármit? Igenis, érdemes. Valahogy csak el kell tölteni az időt. Pedig ez olyan jó lány volt, de megőrült. Suttogta viziné. Egészen megőrült, doktor úr. Dehogy is őrült meg, csak férhez megy. Tessék, hagyni, hadd menjen, majd kap másikat. Ilyet, mint ez? Soha! Hát nem ilyet. Mondjuk nem ilyen jót, hanem valamivel rosszabbat. Aki majd lopni fog nekem? Hát majd lopni fog. Higgyel, nem is olyan jó az a nagyon jó cseléd. Legyen olyan, mint a többi jó is, meg rossz is. Mint a maguk e Már bocsásson meg, doktor úr, de én ilyent nem tűrnék meg a házamban. Mindig csodálkoztam is önön. Hiszen én se vagyok elragadtatva tőle, még a pácienseimmel is gorombáskodik. Múltkor lehordott egy beteget, mert nem törölte le a lábát. De hát mit tehetek? Mindegyiknek van valami hibája, és ez természetes. Bele kell törődni. Az ő helyzetük sem rózsás. Annyit fáradnak, vesződnek, és a munkájuk olyan, hogy abban még örömük se telhet, mert mihelyt készen van, már elmúlik. Nyomban fölfajják mások, bepiszkítjuk és elrontjuk mi. Kérem, mi! Hát hadd legyen legalább az a kárpótlásuk, hogy kicsit rosszak is lehetnek. Meg kell ezt érteni. Hiszen értem, bólingatott viziné, és könnyes pilláján a zápor után egy kis sugár tetszett föl csak egyet nem értek. Mondja, kedves doktor úr, miért olyan disznók? Moviszter látta, hogy két malomban őrülnek, nem is folytatta, hanem ez dünnyögte. Persze, persze. Szóval, amint mondtam, tíz-tizenöt csöppet. Viziné utána pillantott, kimeresztve a szemét. Elhatározta, hogy többé életében nem hivatja le ezt a vén szamarat de az ura, aki kikísérte Movistert és visszajött, így szólt. Igaza van a doktornak, teljesen igaza van. Nincs semmi bajod. Mit tartod mindig a hajadon a kezed? Zavar talán? Nagyon. Egész nap fő a fejem a hivatalomban, és mikor hazajövök, ilyesmivel traktálsz. Kis stílűség. Majd keresel egy másikat, és punktum. De értsd meg, nekem föltétlenül szükségem van rá. Túlzás! Te mindig túlzol! De réklány, elismerem! De végre senkit se lehet kényszeríteni, el kell engedni. Márpedig én semmi körülmények között nem engedem el. Mit csinálsz? Ha a fejed tetejére állsz, akkor is elmegy. Csak idegesítesz most, mikor legtöbb a dolgom. Különben is torkik vagyok ezzel a cselédügyjel. Hagyd egyszer és mindenkorra az ördög vigye el, menjen már a fenébe, menjen a pokolba. Ne ordíts! Te Komédia! Vagy talán azt hiszed, hogy amit ez megtesz, azt más nem tudja megtenni? Nem! kiabált az asszony, és föltérdelt az ágyban, fehéren, az ingében, hadonászva. Nem! Amit ez megtesz, azt más nem tudja megtenni. Te nem vagy normális, rivalt rá Vizi, és csodálkozva nézte feleségét, aki maga is megijedve visszafeküdt. Te nem vagy normális. Te pedig durva vagy, goromba vagy, mint a pokróc. Olyan goromba vagy, olyan komisz vagy. Egész életedben is olyan voltál hozzám, olyan durva, olyan komisz. Az asszony törölgette lassan szivárgó könnyeit az ott heverő sok zsebkendővel, hol az egyikkel, hol a másikkal. Vizi leült, és piszkálta az orrát. Hallgatta, hogy szídja őt, türelmesen, megadóan hallgatta, mint a férjek, akik csalják feleségüket, és olykor vezekelni kívánnak miatta. Aztán csöngött a telefon, az íróasztalához sietett, tenyerét a tölcsérköré formálva beszélt valakivel, igennel és nemmel, de nagyon halkan vette a kabátját, elment hazurról. Viziné egyedül maradt a nagy lakásban. Még sírdogált kicsit, majd kifáradt és mozdulatlanul bámult maga elé. Egyszerre az ágy előtt állt Anna. Csak azért jöttem, revegte, hogy nem tetszik-e valamit parancsolni. Az asszony nem felelt. Mióta megtörtént a fölmondás, egyetlen szót se szólt hozzá, annyira gyűlölte, hogy látni se bírta. Anna várt, tétovázva a gyűlölet légkörében, mely hidegen vette körül. Sajnálta a méltóságos asszonyt, hogy beteg, hogy annyit szenved, és ezt talán ő is okozta. Viziné fölsóhajtott. Érezte, hogy az ort hangulat valamit enyhült, a lány még mindig ott ácsorgott, nem akart elmenni. Ekkor megigazította kispárnáját, skorholó, de békülékeny hangon így szólt hozzá. Na, megjött már az esze? A lány válasz helyett lehajtotta fejét. Viziné nagy szünetekkel beszélt mert tudnom kell. Nekem elég volt ebből egyszer, többet nem akarok ilyen szcénát. Nem tartóztatom, jogában van. Mehet. Itt hagyhat a tél közepén, magamra. Senkit se lehet kényszeríteni. Ha nem tetszik, szépen elválunk. Ha pedig marad, akkor marad. Különben én nem értem magát. Mi a volt itt? Pántották? Nem kapott eleget enni? Pénzre van szüksége? A bére ott van a takarékban. Gyűlik. Miért nem szól? Akkor veheti ki, amikor kívánja. Majd vásárol rajta valamit. Valami értékeset. Vagy emeljek. Arról is lehet szó. Mit akar? Anna kicsit előre lépett. Viziné most elérkezettnek látta a pillanatot, hogy végképp levegye a lábáról. Most hallotta a szellem szavát, hogy csak keményen, keményen. Maga se tudja, hogy mit akar. Hisz ennek a szerencsétlennek, aki elvette az eszét, ismerem ezt a fajtát. Fűt, fát ígérnek, aztán ott hagyják. Annyit se keres, hogy el tudja tartani. Miből élnek? Hol laknak? Maga bemenne abba a piszkos kis lyukba megpenészedni? Ezek csak cselédet akarnak, ingyen cselédet, aki mos rájuk. Még bért se fizetnek. Egy jó bolondot, nem feleséget. Aztán még ha fiatal volna az a kéményseprő, de már nem is fiatal. És özvegy? Akkor a lánya van, mint maga. Én ismerem azt a kis dögöt. Az kikaparja a maga szemét. Most akar lenni? Ó, láttam én már ezt. Sok cseléden férhez ment. Aztán jöttek, hogy az uruk veri, hogy részeges, hogy nincs munkája, hogy jaj, méltóságos asszony, kezét csókolom, ha én még egyszer visszakerülhetnék ide. Könyörögtek. De aki egyszer innen kiteszi a lábát, az nem kell. Mi lesz akkor magából? Hová megy? Haza, mehet a zsidókhoz, zsidóhelyekre, ahol... Mi csoda? A lány suttogott valamit mosolyogva. Viziné még egy szelít támadást intézett. Ne tegye tönkre az életét, ne tegye tönkre a fiatalságát, azt a gyönyörű fiatalságát, mert megbánja keservesen. Hallgasson arra, aki okosabb, aki tapasztaltabb. Nem mondom, ha valami érdemes volna. De ez? Majd akad valaki később. Akkor férhez adjuk. Én nem erőszakoskodom. Gondolja meg még egyszer, de most utoljára. Majd holnap adjon választ. Előbb jól gondolja meg. Anna végig simított a haját. Én már döntöttem, Szóval marad? Maradok. Viziné a nagy csata után párnájára hanyatlott. Nem tetszik valamit vacsorázni? Semmit, mondta. Vagy adjon egy kis befőttet. Már két nap óta egy falatot sem ettem. Anna oly fürgén és boldogan szolgálta ki, mint még soha. Spanyol megyet hozott, Viziné a papírcímként fölismerte Katica szálkás betűit, s így szólt. Ez még tavai, a Katica csinálta. És ekkor hosszú idő múltán rágondolt. Míg kanalazta a sötétpiros levet és a magokat kiköpte egy tányérkára, a régi cselédje járt eszében, mintha ebbe a befőttes üvegbe, mint egy energiatartályba belefojtotta volna a munkája feszítő erejét, s az most kirobbant volna. Még több napig tartott a spanyol megy. Valahányszor evett belőle, förrém lett valami, de mikor a papírcímke szemétre került, és az üveget kiöblögették, nem jutott eszébe többé. Különben szent volt a béke. Anna maga ment át a kéményseprőhöz, s oly határozottan kiadta az útját, hogy az megsértődött, alig két hétre rá feleségül vette az erzsébeti özvegyet, akinek van egy kis háza is. Ő ezt nem bánta nagyon. Ha vallatgatták, hogy jobb-e így, azt mondta, talán jobb is. Az izgalom elült a házban. Stefi maga se védte már álláspontját. Leverte járkált, őt is valami kellemetlenség érte. Amikor már megtanulta a körmagyart, slagcipőjét is megvásárolta a bárra, ahol úri kisasszonyokkal együtt táncolt volna, levelet kapott a rendezőbizottságtól, hogy nagy sajnálatukra el kell tekinteni ők szíves közreműködésétől. Anna az érdekességéből napról napra vesztett. Annyira belesimult a ház rendjébe, hogy eltűnt, észre se vették, nem is beszéltek róla sehol. Mint a legtöbb cseléd, ő is utánozni kezdte asszonyát. A haját már egészen úgy simította végig, mint víziné, és az ismerősök, mikor telefonoztak, gyakran nem tudták, hogy az ő hangját hallják-e, vagy az asszonyáét. 17. fejezet Farsang Elekes Józsefnek a bankszolga fölvitte a valutaosztályba a napi postáját, mely mindössze egy gyászjelentésből állott. Kinyitotta, és akkor úgy megdöbbent, hogy majdnem földrejtette a gyászjelentést. A gyászkeret közepén vastag betűkkel legjobb cimborája nevét pillantotta meg. Patikárius János nevét. Jancsiról már hónapok óta nem hallott semmit. A bankból egy napon minden bejelentés és fölmondás nélkül eltűnt, törölték a hivatalnokok lajstromából, budai legény lakásán csak annyit tudtak, hogy elutazott valahová. Viziék szerint Bécsben tartózkodott, de se nekik, se másoknak nem írt. A gyászjelentés így szólt. Patikárius Ferenc és felesége született Jámbor Terézia, a maguk és rokonaik nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy egyetlen fiuk, Patikárius János, 1920. február 16-án meghalt minden komoly élet számára, és ezután csak a vidámságnak él. Miért is a vidám halott ezen a nem szokatlan úton hívja meg a barátait a fönti napon este pont 24 órakor a Club de Parisienben tartó kedélyes pesgős ricsajra, hogy ott vele együtt minden gondot ünnepélyesen eltemessenek. A jó kedv kötelező, le a szomorúsággal, béke hamvaira. Elekes elképedve állt egy pénzszekrényhez támaszkodva, ide-oda forgatta a gyászjelentést, sokalta a tréfát. Ijedelmén halvány vigyorgás villant át. Még egyszer elolvasta, most már gyönyörködve a szöveg egyes merészebb, elmésebb szírus finomságaiban. Hát ezúttal csak ugyan becsapta a fickó. Jancsi aznap jött a Bécsi gyorsal. A nyugatitól egyenesen a Dunaparti szállodába hajtatott, hol az első emeleten nyitatott magának szobát. Megfürdött, lement a szálloda éttermébe ebédelni. Ott egy asztalnál már várta a lakásügynök, akit sürgőnyileg rendelt magához. Egy-kettő lebonyolították az üzletet. Jancsi aláírt valami nyilatkozatot, mely szerint Márvány utcai lakását minden ingóságával egyetemben örökre átengedi, ennek ellenében a pasi leszúrt egy csomó dollárt, melyet Jancsi könnyedén a mellén zsebébe gyűrt. Amerikai gyorsasággal történt. Séghendeztek. A nagy és tündöklő Bécs után ez a kis és szegényes Pest olyan meghitnek tetszett, hogy szinte elérzékenyült. Andalító délután volt friss és idilli, olyan téli délután, mikor szinte szikrázik az életkedve. Ropogó hú akarta a várost. A lánchídi kőoroszlánok homlokán is hó volt, mintha valami fehér kendővel kötötték volna be a fejöket. Korcsolyák csilingeltek a jégpályára siető nők kezében szánok csenget tűztek. A fagy a kemény, egészséges fagy kicsípte az arcokat. Benne a zserbóban égtek az üvegcsillárok, s a Váci utcán, a Koronaherceg utcán, a régies, múlt századbeli belvárosi utcákon egymás után gyulladoztak a fények a kirakatok tükörüvegei mögött, melyekben most minden kívánatosabbnak, varázsosabbnak látszott, mint egyébkor. A cipők is, a könyvek is, az ásványvizes palackok is a mohossziklán, egy reklámszökőkutacska mellett, aztán a bírsalma sajt, a mogyoródombok, a dióhalmok, az ízes, még nyírkos berber datoják kúpja is, akár távoli gyermekkori emlékek, a Mikulás ajándékai. Ebben a színpadi fényjátékban percről percre részt vett az ég. Most a Gellért hegy mögött derengett almazölden, most a királyi várpalotánál pirult ki rózsaszínre, most halvány szürkére hambadt, és ekkor gyorsan megjelentek az apró, erősen villogó téli csillagok. Este felé vízieknek egy hölgy látogatójuk érkezett. A cselét bevezette a szalomba, s ott foglalt helyet, míg Viziné más ruhát nem öltött, hogy illendően fogadja. Ez a hölgy vindrabundáját bundáját fázósan maga köré vonva várta a házasszonyát. A beléptekor valami vékony madárhangon bemutatkozott neki, nyomban tegezni kezdte, mint a asszonyok víziről beszélt, akit ismer a minisztériumból, a patikáriusokról, akikkel egerben találkozott, általában folyton kotyogott és a lornyonyán át erősen bámulta. Ő tartózkodóan viselkedett. Eleinte nem tudta kivenni szavaiból, hogy mit akar azt hitte, hogy azoknak a bizottságoknak a tagja, melyek ekkoriban mindenütt híveket toboroztak, pénzt gyűjtöttek társadalmi szervezkedésekre, különböző népjóléti célokra. Ez is mindig valami grófnét emlegetett. Hadarva, de halkan pörgette nyelvét, azzal a mindenen átsikló és elsuhanó fürületességgel, mint az ilyen szélhámoskodó nők. Estére volt öltözve. Bundája alól kikandikált zöld cipője Sejem nyája. Később letette tülboáját, kinyitotta bundáját, és akkor föltetszett sovány, púderes keble és a báli ruhája, egy kifogástalan sejemruha aranygyöngyökkel dúsan hímezve. Viziné épp felelt valamit, már gyanakodva, már meg akarta kérni, hogy valami igazoló iratot mutasson, de mást gondolt. Még egyszer rátekintett, hozzálépett, és a nő fejéről szó nélkül levette a kalapot. Fejét bozontos paróka borította olyanféle színű, mint az ő haja, borostyán sárga. – Te szerencsétlen! – mondta Viziné. – Mit csinálsz itt? – Állarcos bálba megyek, Angéla néni, csókolom a kezed. – Honnan jössz? – Bécsből. – Mond, kérdezte nagynényétől, míg végig sétált a szobában bundáját kisé fölkapva. – Ugye csinos nő lennék? – Díszes figura vagy, mondhatom. Szegény apád azt se tudja, hogy mi van veled, és mivel foglalkozol ott. Üzleti ügyekkel. Láncolsz. A szén szakmában dolgozom. Kell nektek szén? Hány vagonnal küldjek? Bolond. És meddig maradsz itt? Csak egy napra jöttem, holnap reggel már megyek is vissza. Különben hogy vagytok? Kornél bácsi? Nem hallottad? Államtitkár lesz. Gratulálok! Te, nem lehetne valamit csinálni az állammal? Ha Kornél bácsi Bécsbe jön, okvetlen keressen föl. Szép lakásom van, Rotenturmstrasse 1. Na, szervusz, Angéla néni! Várnak a barátaim, elekes az egész brancs. Még egyszer viszontlátásra csókollak, csókolom a kisztihándodat. Csak nem mész így ki az utcára? Autóvár len! Vigyázz magadra, Jancsikám, intette Viziné, és írj annak a szegény apádnak. A Club de Parisienbe egy mellékajtón ment be. Meglepődött, hogy ezek a hátsó helységek milyen kopárok. Pár bot, kabát lógott a fogasokon, a pincérek még ingújban fésülködtek. Maga a tulajdonos fogadta... Ő már tudta, hogy egy bécsi szénszállítóval áll szemközt. Nagy hajlongások közepette tessékelte be a függönyös külön szobába, ahol rendelkezése szerint tíz szemére terítettek. A tárgyalás németül folyt. Jancsi virágcsokrokat tétetett a terítékek mellé, kikötötte, hogy külön pincér szolgálja ki őket, átnézte a menüt. Minden rendben talált. Csak még azt hagyta meg, hogy az urakat irányítsák ides, itt létét senkinek se árulják el. Felöltötte fekete sejem állarcát, és a táncterembe lépett. A lokál lángolt. Dolgozott a jazz, de még csak néhány pár táncolt. Most a személyzet harminc óriási léggömböt engedett szét, mely tétovázva imbolygott az opálos fényben, majd megállapodott a papírszalagokkal körülcsavart ívlámpák mellett a mennyezet közelében, mint egy csodálkozva, hogy kerül ide a tavasz kékegéből. Lassanként megérkeztek a maszkok. Pieró a pierettjével, egy cigánylány egyedül, egy csizmás parasztlegény, acélfokossal és árvalányhajjal, egy zöldhajú bolond, meg egy piros hajú, s a szokásos rezes orrok, kínai bajuszok és ősszakállak, csörgősipkák és papírsüvegek. Legnagyobb feltűnést egy közismert, pocakos, tőzsdebizományos keltette, aki vérvörös hóhérruhában jelent meg, vérvörös csukjában, vérvörös állarcban, hatalmas pallossal. Jancsi a sarokból legyezője mögül szemlélte az ember gomoly egyre növekvő kavargását. Cimboráit kereste, a kilenc meghívottat. Egyelőre csak elekest fedezte föl, fragban, jelmez nélkül, valami szőke macskával. A tánc ekkor már akadozott. Annyian voltak, hogy a párok csak függőleges irányban mozoghattak egymásra dőlve. Ő is közéjük sodródott. Valami ismeretlen férfi fölkérte. Párját az űrzavarban elvesztette valahol az zenekar körül. Eleges épp ott átsorgott, átkarolt és vitte tovább, erősen magához ölelve, nézte az állarc két résén kivillanó szemét, többször végigbugdácsolta vele a termet, s langyos, kellemesen nyírkos kezével szorongatta a kezét. Mindez oly furcsa volt, hogy Jancsi utána maga is fölkért többeket, váltakozva táncolt férfiakkal, nőkkel de már alig várta a vacsorát, hogy fölolvadhasson baráti körében, melyet oly sokáig nélkülözött. Éjfélkor, mikor az állarcok lehullottak, szétnézett. A maszkok alól idegen fejek bukkantak ki. Ő is levetette állarcát, parukáját, s kigombolva ruháját a külön szoba felé tartott. Az urak, akiket a pincérek már elhelyeztek itten, a gyászjelentést lobogtatva, nagy gaudiummal fogadták az ünnepeltet, aki komolyan, majdnem szigorúan meret rájuk felemás öltözékében. Elekes össze csókolta őt, a többiek a szoknyáját emelgeték, fogdosták a melleit. Mindössze négyen érkeztek. Elekesen kívül Töttösi Dani és Indalipista, Pista, akikhez a féle fölületes zsúrpajtásság fűzte, és Gallovics egy roppant tökör fejjel a kezében, valami homályos ismerőse, akit meg sem akart hívni. Azokra, akikre föltétlenül számított a bankosok, nem jöttek el. Ez lehangolta. Sietve átöltözködött, mint házigazda tűnt föl, telefonáltatott hiányzó öt barátjáért, de azt a választ kapta, hogy az urak nincsenek otthon. Sokáig vártak rájuk, aztán mégiscsak meg kellett kezdeni a vacsorát. Nagy evészet és ivászat volt erőleves fincsában, balatoni fogas remeke, pujka pecsenye kaliforniai szilvával, Badacsonyi és Rajnai. A medrő ott elhozta a vödröket, melyekben friss hóval cukrozva hűltek a francia pesgők. Jancsi az asztal fön ült. Mellette baloldalt a szíve felől elekes, a szépen elválasztott hajával, a kreol bőrével, a monoklis szemével, annak mesélt, fejét szinte a mellére hajtva. Mint aki régen nem beszélt az anyanyelvén, különösen fecsegő lett amit hónapokig tartogatott magában, egyszerre kitálalta, eléjük öntötte. Rengeteg pénze volt, nem csak azok a dollárok, melyek a lakásügyből folytak be, hanem azon kívül még 200 dollár osztrák bélyegzettek és bélyegezetlenek magyar fitsek is. Elmondta, hogy öt lakásban lakik egy Dézi nevű lengyel táncosnővel, aki a szeretője, vele együtt csinálja az üzleteket is. Bizonyítékul elővette az Orfeumnő nő dedikált arcképét, s a hozzáintézett német nyelvű leveleit. Ezeket kézről kézre adogatták, el kellett hinniök. Gallovics azonban az undog Gallovics bosszantotta. – Ki tartod őt, Jancsi? – Micsoda, az elsőbe? Jancsi egy kis ideig tűrte, majd megvető pillantással ezt mormogta feléje. – Szeretem, ha bolha köhög és elfordította fejét. Nem úgy folyt le ez a vacsora, ahogy képzelte. Még meg sem ették a farsangi fánkot, már idegenek jöttek. Galovics bemutatta egyik barátját, az leült és velük ivott. A parfénál két nő szemtelenkedett be, konfettit dobott Jancsira. Ettől a szája olyan ízület, mint a fűrészpor. Asztalbontás után, amikor a főpincér végighorta a cigarettákat és szivarokat az égő gyertyával, hogy a vendégek a lángján ágyújthassanak rá, Elekes félrevonta Jancsit, aki természetesen rendelkezésére állt, 50 dollár elejéig. Töttösi és Indali szintén kapott valamit. Erre elmentek táncolni. Elekesért is benézett a szőke macskája, egy kis pincevirág, akinek sárga púderes arcán átütköztek a szeplők. Galovics töltötte a nőkbe a pesgőt, és azzal szórakoztatta őket, hogy időnként fejére tette az ökörfejet. Hajnal felé ez a rohadt alak átvitette poharát egy másik asztalhoz, ott ivott a nőivel. Jancsi magára maradt. Táncolni nem volt kedve. Csupa új pofa lézengett itt, akit nem ismert, mert ennek a bárnak a közönsége hetente változott. Elekes átizzadt gallérban jött vissza a táncból. Jancsi megragadta a kezét, és nem engedte el. Hiába, sóhajtozott. Hiába. Kutya van a tojásba, folytatta elekes. Jancsi hallgatott. Nem is tudott volna mit mondani. Már eldicsekedett mindennel, a dollárokkal, az ötszobás lakással, Dézivel, valami kielégületlenséget érzett. Ezeket a fickókat nem lehet meglepni semmivel. Száraz kezével dörzsölgette a homlokát. – Te elekes! – szólt egyszerre. – Volt aztán nekem még valakim. – De te arról nem is tudtál. – Akkor, mikor feljöttem Pestre. – Az a színésznő? – Nem, akkor volt, de nem az. – Tudod, ki volt? – Egy cseléd. – Ajjé! – Te elekes! – Egy cseléd, egy egész közönséges cseléd és fölállt, és kiabált, mert a szakszofon is rettenetesen lármázott. Haj, de micsoda pöty volt az, jó bőr, szűz volt. Na nem mond, te öregem, egy repet sarkuszolgáló, szolgáló, piszkos és ronda, de jó volt, csű, de jó volt. Elekes a díványra könyökölve játszott az ezüst cigaretta tárcájával. Unta barátját örült, mikor a függönyön újra bekandikált a szőke macska és táncolni hívta. Elekes, ordított Jancsi torka szakadtából. Elekes! És karjait kitárta utána. De szavát nem lehetett hallani. A jazzband dobjai most oly vadul pörögtek, mint hajnalkor a katonai kivégzéseknél. Egy darabig még állt, kitárt karokkal, aztán leroskadt székébe. Egész egyedül volt, egész üres volt, nem maradt semmie. Undorodott ettől a bandától tápászkodott, a mosdóhoz ment, meglocsolta a fejét, visszajövet pedig a folyosón a főpincértől a számlát kérte. A főpincér villámgyorsan számolt. Akkora összeg jött ki, hogy Jancsi nyomban kijózanodott. Figyelmeztette a főpincért, hogy ő nem részeg. Vita támad, hogy mennyi pesgő fogyott. A tulajdonos odahozatta az összes üres palackokat, magyarázta, hogy az urak külön asztaloknál is mulattak a hölgyekkel a dollár átszámításnál is volt némi nézeteltérés, mire a Pester Lloyd esti lapjából az utolsó cürihi árfolyamokat szegezték ellenébe, Jancsi oda dobta a pénzt. Egynegyed hatkor ért a szállodába. Miután itt is fizetett, alig maradt pénze. Meghagyta a portásnak, hogy csomagját küldje ki a vonathoz a nyolc órás Bécsihez. Nem feküdt már le. A Dunaparton szellőztette fejét. Végig sétált az elhagyott Rákóczi úton. Egy lélek se járt itt. Mennyivel sötétebb volt Pest, mint Bécs? Megint csak elunta magát, valami kávéházat keresett. De a kávéházak még nem nyitottak. Lecsapott a Józsefvárosba, azokba a görbe párhuzamos utcákba, melyeket mindig szeretett elnézegetni. Itt is döglődött már a forgalom, nem szólt a zene, a sarki kávémérésekben söpörtek. Az utcai nők, akik átfáztak az éjszakai munkától, álva itták teljes kávéjukat. Kün csak a legelszántabbak, a legszorgalmasabbak kóvályogtak. Jancsi lefelé bandukolt egy ilyen utcán, mindig lejjebb és lejjebb, s arcát az égre fordítva belefütyült az égbe. Az ég, mely délután oly csodás színekben játszott, elfeketedett, hófelhők takarták, Lassan hullott a dér téli kabátja prémjére. Valahol az utca közepe táján, ahol egy üres telek van évek óta beépítetlenül, azzal szemben egy vithilló előtt még áldogált egy nő, már nem fiatal, túl a negyvenen, odatámaszkodva a kapufélfához, vastag, szalonnás arcán valami állati unalommal. Kezei, melyek valaha uborkát savanyítottak, lógtak. Csak hogy ez a nő egészen meglepően... Kötényt viselt és tarka parasztkendőt a haján. Azok közül való volt, akik itt ezzel a népies viselettel a nyugalmas otthonról, a boldogságról, meg a jó kis takaros gazdaszonykáról való, be nem teljesült álmokat akarják fölgyújtani hajnalban, a gyárba iparkodó faluról származó munkásoknak, és szombaton este a mulatozó mesterlegényeknek kiböjtölt képzeletében. Nem ismerte volna megszólítani az elegáns fiatalurat, hisz az őtörzs közönsége nem ilyenekből telt ki. Hű, gondolta Jancsi, mikor már pár lépéssel elhaladt előtte. De furcsa lenne, hű, gondolta még egyszer, de szörnyű lenne. Sem gyorsabban, sem lassabban nem ment ekkor, de a nő aki a kapuban strázsált, kitalálta, hogy milyen gondolat futott át most az agyán, és már egész bátran a háta mögé lopódzott, valami megmagyarázhatatlan hangon így szólt. Tessék bejönni, nem bánja meg. Ezt pedig oly borzasztóan mondta, hangsúlyában valami pajkossággal és visszataszító bizalmassággal, hogy a fiú megállt. Oda se pillantott még, háttal volt neki, de hallotta, hogy a nő beosont előre a vityilló kapujába, mely már nyitva volt. Jancsi követte. Az udvar legmélyén valami félszer vagy fáskamra mellett lakott, a szobája ajtaja kifelé nyílt az udvarra, s csikorgott a fagytól. Egy lámpa virasztott az asztal közepén, bordó bársonytakarón. Amikor a nő fölcsavarta a lámpát, Jancsi egy díványt látott, egy törölközőt, egy párnát, s a falon Vilmos császár arcképét, az összes érdemrendjeivel. Később, hogy virratt és az ablakon bekomorlott a szürke februári reggel, ide-oda járkált, cigarettára gyújtott, s a nőnek is dobott egy osztrák dritzsort. Az utána hajolt, mert a cigaretta lepottyant a földre, megtörölte ingével, eltette, sohasem cigarettázott. Jancsi kutakodott a holmiában, turkált itt és ott, kíváncsian. Az asztalon fölfedezett egy kopott, zöld bársonyba kötött sárga rész cifrás könyvet, melynek lapjai mihelyt kinyitotta, széthullottak. A nő emlékkönyve volt. Olvasgatta. Már telistele írták jó kívánatokkal, a klasszikusokból merített, közkeletűvé vált életbölcsességekkel, olyan aranymondásokkal, melyek többnyire hasonlatokat idéznek, vagy jelképeket, az élet hajnalát és a reménység horgonyát. Úgy szólván az egész emlékkönyvet végigböngészte. Azt a kis időt a vonatindulásig itt kellett agyonütni valahogy. Ki írta ezt? mutatott egy oldalra. Egy barátné. Mikor? Már régen. Hát ezt? Egy ismerős gyöngyösről, de vendég is beszok néha írni. Írj be te is. Mit? Találj ki valamit. Tintát hozott egy bugykosban, tollat, valami rozsdás tollat. Jancsi ezt félrelökte, s kicsavarta új vótermennyét. Valamint tényleg törte a fejét. Hogy hívnak? Piskeliné, felelte a nő, mint egy rendőrségi kihallgatáson a detektívnek. Özvegyasszony vagy? Nem, erősködött. Piskeléné a Piskeli Józsiné. Hát él még az urad? Erdében, kárpitos, nem akar elválni. Mindegy, nem ezt kérdeztem. Mi a keresztneved? Ilona. Jancsi erősen ráncolta homlokát, még mindig gondolkozott, kezében a fölemelt, írásra kész aranytollal, aztán írt gömbölyű rajzos betűkkel, oly gondosan, mint egy szép írási irkába. Ezt írta. Zölderdőben erdőben járkáltam, kisibolyát találtam, kisibolya azt mondta, legyen boldog Iluska. Nevét is odaírta alája, a teljes nevét, s azt is, nem tudni miért, egy fölkiáltó jellel, mint a verset, aláhúzva, így. Patikárius János. Megszárította a nedves írást a lámpa üveghengere fölött, az emlékkönyvet átnyújtotta a nőnek, aki megköszönte. Te gyönyörűen írsz, mondta. Te biztosan valami hivatalnok lehetsz, vagy jogász. Jancsi épp elérte a vonatját.